Ez egy alpesi pár a Szavária Múzeumban lehet látni egy kis üvegben az aprócska állatokat, preparátumok. Az összes kétéltű védett Magyarországon, de az alpesi gőte fokozottan, természetvédelmi értéke százezer forint. Így néznek ki az élő példányok, ezeken a képeken jól látszik élénk narancsvörös hasuk. Felváltva egyik évben az év kétéltűjét, másik évben hüllőjét 2012 óta választják meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei, Idén az Alpesi Gőtére esett a választás, aprócska gyíknak tűnhetnek nagyon pici állatról beszélünk, ez 8-12 centi közötti méretet mértek ennél az állatnál, a hímek valamivel kisebbek, a nőstények valamivel nagyobbak a másiknál. Értelemszerűen a hímek a 8 centis tartományba, a nőstények inkább a 10 centi fölötti tartományba esnek. Tehát nem olyan nagyméretű állat, hogy az ember keresztül esne rajt, inkább attól kell félni, hogy nehogy rálépjünk, mert nem veszük észre. A vízben csak a szaporodási időszakban élnek, aztán szárazföldi életmódot folytatnak, márciustól májusig a hím nagyon feltűnő jelenség. Egy nagyon szép színes állat a hímje. Nász időszakban, ami ugye a téli álmot követően március végétől úgy április végéig tart, a hímek nagyon szép kékes ilyen kobalt kékes oldalszínnel bírnak, a hasukalja pedig narancsvörös, egyszínű narancsvörös. A hátán pedig a gerinc vonalon egy ilyen világosabb sáv fut, amin fekete pettyek láthatók, nagyon szép szabályos sorban. Egy, tényleg egy gyönyörű ékszer. Legalábbis nászidőszakban, időszakban, aztán udvarlás után visszaszürkülnek. A nőstényeknek is narancsvörös színű a hasuk, a felső részük azonban szürkés, hogy kevésbé legyenek feltűnők. A tócsalakó hegyi sárkány a hazai domvidégeken is megtalálható, nálunk az őrség nyugati részén, illetve a vendvidék területén. Ragadozó rovarokkal, férgekkel, csigákkal táplálkozik. Az őrségben nagyon szereti ez a faj az időszakos vízállásokat, tócsákat, pocsolyákat, tókákat, és ilyen jellegű állóvizeket, elsősorban állóvizeket, és csak akkor megy patakokba, illetve kisebb ilyen vízfolyásokba, hogyha ezek az időszakos tócsák, egyéb vízterek átűnnek. A klímaváltozás veszélybe sodorta ezt a fajt, mert az időszakos vízállások a szárasság miatt megszűnnek, tehát ütemesen csökken a szaporodási területük. Az őrségi nemzeti park területén egyébként pontosan emiatt mesterséges víztereket hoznak létre.